A Robbanások történtek keddélben az Oroszország által idéglenesen megszállt Krímfélszigeten, a Novo Fedorivkában található katonai repülőtéren. A közösségi oldalakon a helyiek azt írták, hogy már több mint tíz robbanás történt. Novo Fedorivkától 20 kilométerre is remektek az ablakok, és megszólaltak az autóriasztók. Mihály Lopodolják, az elnök tanácsadója Twitter bejegyzésében hangsúlyozta, a krím nem maradhat a terroristák katonai támaszpontja, ezért a novofedorivkai robbanások csak a kezdetet jelentik. Podolyák közölte, az Oroszországi Föderáció demilitarizálása a globális biztonság biztosításának szerves részét képezi. Hozzátette, hogy a Krimfél-sziget jövője az, hogy a Fekete Tenger gyöngyszeme egy egyedülálló természeti adottságokkal rendelkező nemzeti park és a világ üdülőhelye legyen, nem terroristák katonai bázisa.